lehetővé tették. Az megy nekünk, hogy valahányszor egy szobor előtt imádságos lélekkel idézünk, az ábrázolt szent alakját és erényeit felidézve, magunk is indítást nyerjünk az ő életének és cselekedeteinek követésére. Nyerjünk megerősítést hitünkben, egyházunk és hazánk szeretetében. Kapjunk támaszt a hitvesi hűség megtartásához, a gyermekek keresztény neveléséhez, szüleink és az idős emberek felkarolásához, és általában az Isten és ember szeretet gyakorlásához. A hitben, a reményben és a szeretetben megerősödve jussunk előbbre az életszentségben, és váljunk méltóvá az örök boldogságra, az angyalok és a szentek társaságára, a te atyai házadba való megérkezés örömére, a te szent fiad Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig megkérném a testvéreket, hogy foglaljuk el a helyünket a templomban. A fenntartott helyeket hagyjuk meg, azt kérném, mert oda majd a képviselőtestületünk tagjai ülnek be, hisz ők fogják majd ünnepélyesen megújítani a szentmise közben az esküjüket. És a liturgia mostan a dicsőséggel.